A hatodik Honvéd a bennmaradásért küzdő Zalaegerszeget fogadja az MTK pályán. Ahogy az várható volt, a hazaiak kezdő összeállításába bekerült a védő Lovrić, és Kamber, valamint Batik játszik hátul mellette. Bono Szabó eltiltás miatt nem szerepelhet a Honvédban. Elől viszont ott van Lanzafáme, valamint Mutari. Ők ketten a 22 eddigi Honvéd gólból 11-et, azaz épp a felét szerezték. Ami pedig a Zalaegerszeg kezdő összeállítását illeti, a szerdai mérkőzéshez képest, a Kisvárda elleni meccshez képest 5 változás a kezdőben. A 6 gólos Bobál Gergely csak csere, valamint az 5 gólos Radó és Stíber is. Ráadásul eltiltás miatt Bobál Dávid sem játszhat, de ettől függetlenül reménykednek a zalaegerszegiek legalább a pontszerzésben. Indul Lanzafáme, jól látja meg Hidi. Minden labdájának szeme van eddig, Mutari. Mutari a 16-oson belül, oly, micsoda helyzet volt megint. Itt Lanzafáme, és nem is tőle, ellenféltől kapja a labdát Mutari. És hát Kálnokik is készülődik. És Batikot pedig Hordányon kell majd levinni a pályáról. Itt még egyszer az az ütközés Osztrekkel, és hát mielőbbi felépülést kívánunk neki, reméljük, hogy azért nem olyan súlyos ez a sérülés, bár elsőre egyáltalán nem nézett ki jól. Szöglet a jobb oldalról. Tuivel, Barci, egyből kapu fölé megy. Gergényi, Ikeneking, Ikeneking még mindig. Ajj, elmegy a kapu mellett a labda. Egyet tor rajta, picit kiszorított szögből. Na jó, azért fél méternél picit több. És a labda mögött ismét csak Hidi. És ezekben a szögletekben mindig benne van a veszély. Most is ott a labda, ott a helyzet, na, bepattan, igen! És ha jól látom, akkor a csereként beállt Kálnokik is a gólszerző. Kamber is nagyon közel volt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést a Honvédnak. Egykori csapata a Zalaegerszeg ellen. 1-0. Itt még egyszer Hidi szöglete, szépéről kerül oda Mutarihoz. A kapus is beleér, és Kálnokik is pedig bepofozza a kaputorkából. Ha innen kimarad, azért az nem akkora vétek. Na nézzük, Lanzafáme fölé megy. És Tíber is érkezik az Zalaegerszegbe Radó után. És Barci helyére. Nagy, az átvétel után a lövés! Fantasztikus jelenet, remek lövés, nagyszerű védés. A fiatal Demén Patrik ismét parádézik egyet, mint a szezonban oly sokszor. De itt Nagy is ezt szépen csinálja bizony. Egy átvétel, aztán a másik lábbal, és a léc alól Demén. Egy csúsztatás, és majdnem 2-0 lesz. Hát Kálnokik is még soha pályafutása során nem duplázott az élvonalban, ő is mosolyog rajta. Ugye 3 gólos ezzel a maival. Lanzafáme kevésbé boldog. Itt Kamber megcsúsztatja, hát nem sokkal maradt le Kálnokik is. Hidi, az lövő helyzet neki bizony, Hidi, Demén. Stíber, ez is jó még, Bobál, Bobál, és itt az első kaput eltaláló lövése az Zalaegerszegnek a 80. perc végén. És elindul Kamber sprintben a 89. percben a 36 éves csapatkapitány, és ad egy ilyen labdát, Mutari. Szép a csel, Mutari, és mi lesz ebből? Na, mit ítél a játékvezető 11-est?
valóban a 16-oson belül történt. Szépe volt a szabálytalan. Ott a befele csel, és bizony eléri szépen Mutári lábát. És Lanzafame a labda mögött. Az a Lanzafame, aki kihagyott egy 11-es Zalaegerszegen, de most betalál, és ezzel eldönti a mérkőzést. Most nem tud Demén védeni, és Lanzafame 6 mérkőzésnyi gólcsend után betalál, eredményes. Majdnem elérte Demén, de ebben volt erő, és így 2-0 a Honvéd csapatának.